Kovács Judit, Nagy Zsuka és Gucsa Magdolna. Három hölgy, akiket nem csak az köt össze, hogy regényt, novellát, illetve verseket írnak, hanem az is, hogy a Vörös Postakosi című folyóiratban rendszeresen publikálnak. Ez alkalommal az irodalomról és önmagukról is vallottak a szerzők. Kiderült, hogyan fogadják a középiskolások azt a tényt, ha a magyar tanár költő is és nagy zsukának hívják. Gucsa Magdolnától megtudhatták a nézők, mit érez egy egyetemi talány amikor a költeménye megjelenik a Szép Versek című antológiában. Kovács Judit nem csak készülő regényéről mesélt, azt is elárulta, hogy egy sikeres nőnek is nagy szüksége van egy őt mindenben támogató férfira. Nőnap alkalmából beszélgetünk erről a témáról, de férfi vagy nő, teljesen mindegy az alkotó ö, mögött, ott kell lenni egy olyan háttérnek, egy olyan ö, társnak, aki ebben ö, segíti őt, tehát nem visszafogja, hanem inkább bíztatja, és nem baj, ha elmarad a vasárnapi ebéd, nem baj, ha nem sül sütemény, hanem azt mondja az, a, a párunk, hogy mennyit csináld. A három hölgyet ezúttal két másik civil hölgy faggatta. Mitka Éva újságíró, illetve Nagy Anna, a Kródi Gyula gimnázium 11. osztályos diákja, akit irodalom iránti rajongása miatt választott a különleges est egyik moderátorául a program szervezője Onder Csaba, a lap alapító főszerkesztője. Anna már először kapott ilyen felkérést, a kérdezésben és a beszélgetésre való felkészülésben is profinak bizonyult. Személyesen még egyikükkel sem találkoztam, ugyan felolvasó esteken már részt vettem és itt hallottam őket, de mindenkinek igyekeztem a lehető legtöbb művét elolvasni, és az utóbbi heteket azzal töltöttem, hogy felkészültem, és a műveiket, regényeiket olvastam. A Múzsák között a Vörös Postakocsival című beszélgetésen a Móri Zsigmond Színház művésznői Budai Zsófi, Jenei Judit, valamint Zita olvastak fel a három szerző munkáiból. Az estet Bottyán Blanka, Kazár és Suhanyac Viktória zeneművészek varázsolták még nőjesebbé.